Már kora reggel fél hét körül megjelent az érsekert kapujánál található hagyományőrzők házánál. Font Sándor, országgyűlési képviselő és dr. Filvi polgármester, hogy a CLLD pályázati forrás felhasználásával disznóvágáson segítkezzenek. A parasztember meg akart élni, akkor disznót vágott, mi ugye eleve tanyán nőttünk fel. Az lehetetlen volt, hogy kettő-három disznót ne vágjunk évente. Ennek az lett a következménye, hogy ahogy nőttünk fel, az összes fogást, azt meg kellett tanulni. Mi ugye német származásúak vagyunk, mi akasztófán bontottuk a disznót, de előtte az ölés, az meg egy külön procedúra, mert soha nem volt kábítás, meg fejbelövés, meg nem tudom micsoda, hanem a nyers erőbe ledöntöttük a disznót. A ember az mindig egy méterre arrébb állt, hogy az éles ne nehogy valami bajt okozzon. Leszúrás után pedig nő, ezt cigány emberek tudták csak kivájni. Abba a teknőbe forráztuk a disznót. Nagyon sokan nem forrázzák, mert egyből a perzseléssel kezdik. Nem, nálunk a forrázás az egy nagyon fontos része volt, és utána a koppasztás, majd pedig a perzselés, és utána az akasztófára való felhúzás a hátsó két lábánál. A sürgőforgó a sertés feldolgozásának sok rétű munkafolyamatainál segítkező sokasság jutalma, a jókedvűen baráti közösségben eltöltött nap élménye mellett a hagyományos disznótoros reggeli ebéd és vacsora. Én a hurkákat nagyon szeretem, főleg azért, mert ezt máskor nem nagyon lehet ö, ö, enni. Ugyanis akkor minden friss. Tehát annak a, a frissesség érzületét, amit ilyenkor egy közvetlen ö, levágott disznó és annak a húsainak a, és belsőségeinek a földolgozása után van, azt soha többé nem lehet visszaadni, csak akkor, amikor aznap és egy-két napon belül ö, azok az ízek még teljesen frissek. Utána már a bótban, amikor veszünk meg egyéb, hát az már nem olyan. De persze csak azt tudja, aki vágott disznót, mert aki nem vágott, az azt hiszi, hogy az, amit vesz a boldva és lefagyasztva és a többi, az olyan. Hát persze az is, az is jó, nem erről van szó, de azok a különleges ízek, ami a frissen vágott disznó után közvetlen vannak, szerintem ezek a hurkába testesülnek meg. Ezért a finom falatokért pedig mindenki keményen megdolgozott, mert munka az volt Jócskán ezen a szombat délelőttön. A Kalocsai Hagyományőrző Egyesület évek óta megrendezi a hagyományokat követve ezt a disznótort és mint megtudtuk, ragaszkodnak is hozzá. Nagyon jó közösségi esemény ez, összetartja a, a csapatot, és hát nagyon fontosnak gondoljuk azt is, hogy az a fajta régi hangulat, amit a disznóvágás hozott a családokban, ez a hangulat megmaradjon, hiszen Természetesen tudom, hogy ma is vágnak nagyon sokan disznót. Teljesen más körülmények között a hentes gyorsan feldolgozza. Az a lényeg, hogy minél előbb a hús bekerüljön a hűtőládába. Itt természetesen nem erről szól a disznótor. A disznótor olyan, mint egy lakodalom, hiszen több napig tart, így volt ez most is. Mert csütörtökön hozzáfogtunk az idepakoláshoz, pénteken már az asszonyok pucolták a hagymákat, megsütötték a hurkának a vörös hagymát, megpucolták a fokhagymát, Úgyhogy az előkészületek már tegnap is ö, zajlottak. Üstházakat, bográcsokat kellett bekészítenünk, mert ugye hát természetesen itt minden nincs. Szerencsére még ö, sokan vannak, akik otthon vágtak, ha már ma nem is vágnak, de korábban vágtak. És hát ö, eszközeik még vannak otthon, úgyhogy azokat kölcsönkértük, azokat idehoztuk. Ma használjuk, és holnap jön majd az elpakolás. 60 biztosan leszünk, ha nem és, és hát ehhez nagy bográcsokba kell főzni. Mindeközben német József mester szakács a parknak a hagyományőrzők háza mögötti részén felállított rendezvény sátorban készült elő a húsok sütéséhez.